Sziasztok! Ebben a videóban a formátumháborúról lesz szó. A házi videóformátumok háborújáról. Azért mondom ezt így, mert nem ez volt az első és nem is az utolsó formátumháború. Ebben a VHS, a Betamax és a Video 2000 voltak egymás konkurensei. Legalábbis Európában. Amerikában és Japánban a Video 2000-et nem forgalmazták, mert nem volt NTSC verziója. Először a piacra a Betamax került 1975-ben, 76-ban a VHS, és megkésve 79-ben a Video 2000. Azért raktam ki így egymás mellé a készülékeket, mert miközben a felvételeket csináltam, akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen mindegyik 83-as modell. Ez viszont eszembe jutatott egy játékot. Képzeljük el, hogy 1983 van, és szeretnénk vásárolni otthonra egy videót. Bemegyünk a boltba, és van három készülék. Az egyik VHS, a másik Betamax, a harmadik pedig Video 2000. Melyiket válasszuk? A választáshoz össze kell őket hasonlítani. A felvétel minőséget, a gépek tudását, hogy mit kapunk a pénzért, illetőleg azt, hogy mi érhető el ehhez a formátumhoz. Ez 83-as modell lineáris stereo zajszűrővel, 12 csatornás kábeltoner, a tetején kézzel állítható a hangolás. 7 napra előre két műsor programozása, maximum 3 óra 15 perc felvételi idő. Távirányítós, jól és könnyen kezelhető. Lineáris számláló, behelyezéskor befűz, ezért gyorsak a reakciók. Aránylag nagy választékban van hozzá műsoros kazetta, az új ára 500 font körül. 83-as modell lineáris stereo, 35 csatornás kábeltoner elektronikus hangolással. Egy hónapra előre 5 felvétel programozható, maximum 8 órás felvételi idő, igaz, hogy 4 óránál meg kell fordítani a kazettát. Távirányítós, könnyen kezelhető, minden elektronikus rajta. Lineáris számláló plusz óra-perc számláló, behelyezéskor szalagbemérés, pontosan megmondja, hogy hol áll a szalag jelenleg. Maradékidő kijelzés, behelyezéskor nem fűz be, de lejátszáskor igen, aztán úgy marad, amíg kétszer stop, vagy gyors tekerés nincs rajta nyomva. Ekkor viszont kifűz. Audiodáb, tiszta állókép, gyorsítás, lassítás és visszafelé lejátszás. Felültöltős ugyan, de elektronikusan nyit és zár. Minimális műsoros kazetta érhető el hozzá, az új ára körülbelül 450 font. 83-as modell, mono. 7 napra előre egy felvétel programozása, 12 csatornás tuner, a tetején manuálisan állítható. Vezetékes távirányítója van, viszont ez is opcionális. Lineáris számláló, aránylag könnyen kezelhető. Csak a lejátszáshoz fűz be, és leállításkor kifűz, ezért lassabbak a reakcióidők. Maximum felvétel idő 4 óra. Az új ára 400 font körül. Műsoros kazetta nagyon nagy választékban érhető el hozzá. A szolgáltatások összehasonlításánál azt hiszem egyértelmű, hogy a Video 2000 nyert, és a Betamax a második. Most nézzük a felvételt. Ez eredetileg egy HD felvétel, amiből készítettem egy SD verziót, és ez lett számítógépből kimásolva a különböző formátumokra, és abból utána visszadigitalizálva, amit most láthatunk. Egyedül a VHS-nél van egy kis csalás, a VHS javára, mert ez a Siemens videó, ez már nem működik rendesen, ezért egy jóval újabb GVC-vel készítettem a VHS felvételt.
A VHS-nél megfigyelhető, hogy világosabb lesz a kép, a Betamax viszont részletgazdagabb marad. Színekben a VHS és a Betamax a nyerő. A Video 2000 minden tekintetben alul maradt, de elképzelhető, hogy ez már a magnóknak a korától függ, mert hát lehet, hogy már javításra szorulnának itt-ott. Azt már többektől hallottam, hogy a VHS a pornóipar miatt nyert, de ez is csak egy városi legenda. Volt pornófilm VHS-en is, Betamaxon is és Video 2000-en is, úgyhogy ez egyáltalán nem befolyásolt semmit. A GVC ebben az időben még a Macusita tulajdonában volt. A vezetők tisztában voltak vele, hogy az ár és a felvétel hossza a két legfontosabb tényező vásárláskor. Ahhoz, hogy az árat relatíve alacsonyan tudják tartani, a licencet elérhetővé tették más gyártók számára. Ez pedig egy árháborút generált a formátumon belül. A másik fontos dolog volt, hogy az amerikai filmkiadók rendelkezésére bocsájtották minden megkötés nélkül. Mivel a háztartások többsége nem volt képes megfizetni azt, hogy otthon is legyen egy magnó, leginkább kölcsönözték a hétvégékre a filmekkel együtt. Half recording costs with Granada, double time video which gives 6 hours viewing on a 3-hour tape. Free membership video club. TV is some with teletext and stereo capability. A legnagyobb brit és amerikai kölcsönzők azt szerették volna, hogy a saját logójuk és nevük szerepeljen a készülékeken. Ezt a Sony teljesen elutasította, sőt, egyéb megkötéseket szabtak, például Sony TV-t is árulni kell. A GVC és a Matsushita belement a játékba, és bármilyen kért névre legyártották a készülékeket. Ez azt hozta magával, hogy a legtöbb készülék VHS lett, így viszont a kiadók egyre kevésbé akartak pénzt költeni arra, hogy egy második vagy egy harmadik formátumon is megjelentessék a filmeket. A Video 2000 szinte teljesen kiszorult az európai kölcsönzői piacról. Volt néhány elérhető film a polcokon, de a VHS-hez képest elenyésző. Hogy egy kicsit kézzelfoghatóbb legyen, hogy mennyi kazetta volt elérhető a formátumokhoz, vegyük azt, hogy mondjuk 100 a teljes, tehát 100 kazettából 60 darab VHS, 35 Betamax és csak a maradék 5 volt Video 2000. Nos, ez a teszt azt hiszem, hogy egyértelművé tette, hogy technikailag, szolgáltatásokban, hogy mit tud a magnó a pénzünkért, Video 2000 a legjobb. Viszont képminőségben egyértelmű, hogy a Betamax lett a legjobb, hogy mennyi minden elérhető az illető formátumhoz, ezt viszont a VHS nyerte magasan, illetőleg árban is ez volt a legolcsóbb, a már említett árháború miatt. Hiszen a Video 2000-et csak a Philips és a Grundig gyártotta, a Betamaxot a Sony, a Sanyo meg még egy-két cég, a VHS-t viszont rengetegen. Köszönöm, hogy végignéztétek, találkozunk legközelebb, sziasztok!